Különben a barátja kiüti a fogaimat. Elnézést, el kellett jönnöm. Eszembe jutott valami. El kellene beszélgetnünk. Nem igaz? Féltem, hogy azt hiszik, benne vagyok. Gondoltam, elintézem. Grace, miféle bűnöző mesterelme az, aki zsarukat hív a birtokára, tudván, hogy ott lopott jószágokat tart? Tényleg, jogos érv. Csak felvenném a vallomását az üzletről. Nem lesz gond. Jól van. A múlt héten... Nem, most más dolgom van. Később otthon megtalálom? Bizonyára. Mindenképpen úgy intézem, ha szükség lenne rám. Igen. Még nem fejeztem be az oktatást. Már kezdem kapizsgálni. Később találkozunk. Sajnálom, de Ingrid nincs itt. Hagyna neki üzenetet? Igen? Tehát hasmenéses jószág. Oké. Igen. Közdeni. Viszlát. Csorda Faulkneréknél ennyi? Na és ki telefonált, és mi a címük? Mindenki ismeri Dennyt, és tudja, hol lakik. Hogy állítsam össze Ingrid napját a részletek nélkül? Csak annyit kért, vegyük át az üzeneteit. De ha remekelek a recepciósaként, talán felkér, hogy legyek az asszisztense. A hétvégéken, persze. Hát persze. Jól van. Jöhet a 10 órai? Már nincs is hely. Hihetetlen, hogy hány helyre hívják Ingridet. Láttad Moirát? Korábban bekopogtam, de semmi válasz. Talán csak pihenni szeretne. Megetetnéd Xandert a joghurttal? Szívesen! Ó, nem! Ne, Xander, várj egy picit! Oké, lássuk csak, mi ez? Dani? Beteg marhák. Zseniális vagyok, nem? Épp Bordóban versenyeztünk. Annie levert egy rudat. Rosszul ért földet, és egy bálára esett. Meghúzta a marát és a mellső lábát. Azóta ilyen ijedős. Ma reggel marhákkal volt. Menj oda, lássuk, hogy reagál. Hogy ilyen segítőkész lettél? Nem segíthetek egy barátnak pusztán önzetlenségből? Na jó. Gyere, kislány. Eddig semmi baja. Ügyes vagy, Ani. Miért nem voltál ilyen reggel? Ügyes vagy, jó kislány vagy. Na, kiúszhatjuk a jószágot a listánkból, ahogy sejtettem. Nyugi, Eni! Eni! Nyugalom! Nyugalom! Jól vagy? Eni! Semmi baja. Megsérültél? Nem. Semmi vész. Tényleg jól vagyok. Kösz. Azt hittem, legalább ebben segíthetek. Hogy stílusosan fenékre potyálsz? Nem, hogy lovasként remekelek. Lássuk be, nem illek ide, ahogyan Eni sem. Nincs véletlenül képed az esésről? Dehogy nem. Jó, akkor ígérem, rendbe hozzuk. De tartozni fogsz. Lenyűgöző. Megszervezted Ingrid napját útvonal szerint és állatfajtánként. Köszönöm. Ne haragudj, nem ebédelhetünk együtt, sok dolgom van. Akkor estig várnom kell. Kénytelen vagy? Nem. Várj, telefon. Droberstrán. Szia, Ingrid. A hívásai. Igen, a hívásaid. Várj egy pillanatot. Ingrid Edwardséknál van, azt kérdi, hová menjen. Meredith Walker, délután 1.
A Walker birtok következik. Igen, és azután a Rain... Raintorp, igen. Nem tudom elolvasni az írásomat. Oké, szia! Nagyon sajnálom. Nem és sehová, míg vissza nem írjuk az összes adatot. Rendben. Szia! Nincs elég. Répánk, paradicsomunk, ez semmi. Kétszer ekkora zöldséges ágy kellene. Termeszthetnénk babot, salátát, articsókát. Biztos, hogy belevágnál? Nem sürtős. Ha most nem palántázok, nem lesz semmink. Mi értelme egy félig üres zöldséges ágyásnak? Fogd meg. Jó reggelt. Jó reggelt, Phil. Hoztam egy kis apróságot, zserbó. Ma reggeli sütés, tudom, hogy szereted. Kösz. Segíthetek? Nem, boldogulok. Tudom, hogy sok a dolgod. Jó étvágyat. Jól van, Moira? Gyere, főzök neked egy teát. Van sütink is, a zöldség megvár. Nehéz lehet neked. Talán meg is érdemlem. Ugyan, hogy mondhatsz ilyet? Talán azért veszítettem el a babát, mert nem is akartuk. Ugyan, Moira, erről senki nem tehet. A legkevésbé te. Tényleg? Akkor ez hogyan került a szemétbe? Baba nevek. Listát írtunk a kedvenceinkről. Képzeld, még el sem sírta magát. Egy könnyet sem ejtett. Mint ami sem történt volna. Már számtalanszor átnéztem, de képtelen vagyok rájönni, mitől ilyet meg. Farudak, zöld növények, virágok, zászlók, választhatsz. Ah, már mindegyiket kipróbáltam, Európában, amint kiderült, hogy gond van. Akkor frissebb tekintet kell. Ezért jöttem. Holnap kora reggel kipróbálunk mindent. Ezüstvödrök, fehér rudak, talán mindezekkel azonosítja a félelmet. Már mondtam, hogy kipróbáltam. Van egy főszabály. Sosem mondj le egy lóról, se egy nőről. Szerintem ezzel minden visszakerült. Remélem is.